Ez így működik. Ilyen hangot ad ki a kifejezetten betörők ellen kifejlesztett ajtóék, de más hatásos biztonságtechnikai eszközökkel is elkerülhető a lakásbetörés, mondja Huszti Gábor, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője. Különösen a korai sötétedés időszakában van ennek jelentősége, amikor könnyedén ki lehet figyelni, hogy ki nem tartózkodik otthon. Nagyon fontos az, hogy legyenek megfelelő technikai eszközök, mozgásérzékelők, esetleg kamera, de időnként azt is érdemes átgondolni, hogy megfelelő minőségűen még az ajtón a zár, vagy a nyílászárók megfelelő állapotban vannak-e. Ezen kívül vannak személyi feltételei is a biztonságnak, érdemes jóba lenni a szomszédokkal. A rendőrök tapasztalatai szerint a betörők azokba a házakba mennek be elsősorban, ahol a lakástulajdonosok nem gondoskodtak a vagyonbiztonságukról, és nem beszélték meg családtagjaikkal, szomszédjaikkal, hogy ürítsék ki a postaládájukat, lapátolják el a havat a házuk elől, míg elutaznak. Szintén nem tanácsos közösségi médiában világgá kürtölni azt, hogy elutaztunk, ahogy a vagyontárgyainkról sem szabad felrakni képeket. Ha elmegyünk több napra onnan, akkor intézkedjünk arra, hogy a hozzátartozó, szomszéd, rokon, barát egyrészt a kukát vigye be, másrészt pedig a postaládát ürítse ki. Ez ugye nyáron is mindig elhangzik, télen is nagyon fontos. A szomszédokkal egyébként jó dolog, jó kapcsolatot ápolni, hiszen hogyha valaki idegen van az ingatlanunk környékén, és megkérdezik tőlük, már akkor egy olyan hatást tudnak látni, hogy ők nem fognak oda menni. És nem csak az elkövetéskor, hanem ezek a betörők általában azért felmérik a terepet. Évről évre egyre kevesebb lakásbetörés történik. 2015 és 2017 között mintegy 40%-kal csökkent a lakásbetörések száma Tolna megyében.